Önök a Híradót látják, 8 órakor Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Megint győzelmet aratott egy csempészhajó a földközi tengeren. A német Alan Kurdi nevű hajóról 40 bevándorlót vesznek át a tagállamok. Azt nem tudni, hogy melyik országok. A máltai kormányfő szerint Berlin és Brüsszel szervezte az akciót. A fedélzeten örömünnep tört ki, majd a kapitány bejelentette, hogy azonnal indulnak vissza az afrikai partokhoz és hozzák az újabb csoportot. A valettai parti őrség motoros járőre kísérte a kikötőbe a máltai haditengerészet hajóját vasárnap reggel. A védőruházatot és maszkot viselő katonák azt a parancsot kapták, hogy szállítsák a máltai partra az Alan Kurdi nevű NGO hajó fedélzetén várakozó afrikai migránsokat. Az illegális bevándorlók még szerdán indultak el Európa felé embercsempészek segítségével, és nem kellett sokáig a saját csónakjukban hánykolódniuk. A német civil szervezet emberei a líbiai part alig 50 kilométerre vették fel őket. A túlterhelt, irányíthatatlan gumicsónakban 40-en voltak, köztük 3 gyerek és 2 nő is, egyikük állapotos. Mindegyiküket sikerült gyorsan a fedélzetre venni, aminek annyira örültek, hogy dalra fakadtak és táncolni kezdtek. Mondta még akkor a hajó legénységének egyik tagja. Hozzátéve a kapitány döntött úgy, hogy egyből a szicíliai Lampedusa felé veszi az irányt, pedig tudta, hogy az olasz kormány korábban lezárta a kikötőket a civil szervezetek hajói előtt. Az olasz belügyminiszter a héten arról beszélt, a német kormány megzsarolta Olaszországot, hogy engedje partra az Alan Kurdi fedélzetén veszteglőket, különben nem veszik át azokat a menedékkérőket sem, akiknek a befogadásába korábban már beleegyeztek. Előre óvaintam a német kormányt, és óvaintam az NGO-kat, hogy a tiltás ellenére belépjen olasz felségvizekre. Ha mégis így tesznek, elkobzom a hajójukat. Mondta egy tévéinterjúban Matteo Salvini, hozzátéve, hogy az Alan Kurdin kívül 4 másik NGO hajó is Olaszországban próbál kikötni. A német lobogójú hajón érkező migránsok sorsa viszonylag gyorsan rendeződött. Málta ugyanis Németország kérésének eleget téve engedélyezte a migránsok partra szállását, írta szombatesti Twitter üzenetében a máltai miniszterelnök. Joseph Muscat külön kiemelte, egyetlen bevándorló sem maradt sokáig a szigetországban. A hírek szerint legtöbbjüket Németország fogadja be. Közben pedig kifutott az egyik legnagyobb csempészhajó is a földközi tengeren. Az Ocean Vikinget civil szervezetek, más néven NGO-k működtetik, és nem titkolt céljuk, hogy újabb migránsokat hozzanak Európába. Részletek Muci Attilától következnek most Dél-Olaszországból. Csempész hajókkal, hogyha összehasonlítom, például az Alan Kurdi 5 akció révén tudott 240 migráns szállítani a máltai, vagy pedig az olasz partokhoz. Az Ocean Vikingre pedig legalább 300 illegális bevándorló fér fel, tehát egy hatalmas hajóról van szó. Az SOS Mediterrán, egy francia NGO, illetve a genovai székhelyű MSF, azaz orvosok határok nélkül üzemelteti. Ők üzemeltették az Aquarius szintén robosztusnak mondható hajót, amely utolsóként hagyta el tavaly decemberben a közép-mediterránt. Az NGO-k arra a hajóra is egy legendás hajóként tekintettek, hiszen több mint 30 ezer illegális bevándorlót mentett ki 2015 és 2018 között, az Ocean Viking pedig ennél is nagyobb. Tisztán látszik, hogy amíg az NGO hajóktól átveszik az embereket a bevándorló barát kormányok, addig nincs megállás. Erről a Migráció Kutató Intézet igazgatóhelyettese beszélt a ma reggelben. Janik Szabolcs hozzátette, a líbiai hatóságok nem tudják megállítani a migránsokat, az Unió bevándorláspárti országainak vezetői pedig csak bátorítják az illegális bevándorlókat, hogy induljanak el Európa felé. Mindaddig lesznek ilyen NGO hajók, amíg valóban azt látják, hogy valamilyen megoldást megpróbálnak az uniós tagállamok kitalálni, önként szétosztani ezeket az embereket, és értelemszerűen, amíg ezt az egészet látják mondjuk Líbia vagy akár Tunézia partjairól azok, akik útnak szeretnének indulni, és őket erről egyébként tájékoztatják az embercsempészek, ugye, akik szervezik ezeket az indulásokat kemény pénzekért, innentől ez egy önfenntartó rendszerré válik, és mindaddig, amíg minden láncszem és minden szereplő a helyén van, addig ezek az indulások várhatók lesznek a jövőben is. Líbia közben bejelentette, hogy bezárt 3 befogadótábort, az ott élő bevándorlókat pedig megpróbálják visszaküldeni a hazájukba. A táborokban főként fekete afrikai bevándorlók éltek.
Kérdés, hogy a táborok kiürítésével a bevándorlók visszamennek-e a szegény afrikai országokba, vagy inkább elindulnak Európába. Megrázó történet következik. Ledobtak egy 6 éves gyereket a londoni Tate Modern Múzeum teraszáról. A gyanúsított egy 17 éves kamasz, akit őrizetbe vettek. A 6 éves fiú 5 emeletet zuhant a múzeum 10. emeletén lévő kilátó teraszról. Válságos állapotban vitték kórházba. A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a támadó ismerte volna az áldozatát, tehát vélhetően nem egy személyes vitát akart lezárni a kegyetlen bűncselekménnyel. Egyelőre nem tudni, hogy miért tette. Szemtanúk szerint az elkövető a brutális tette után nyugodtan várt, hogy a rendőrség megérkezzen. 2 ámokfutó 2 városban 29 embert ölt meg az Egyesült Államokban. A 2 tömeggyilkosság között mindössze 13 óra telt el. Az első támadásnál egy fiatal fehér férfi spanyolajkú embereket ölt meg egy bevásárló központban a mexikói határ közelében. A hatóságok terrortámadásként kezelik az ügyet. Azt gyanítják, hogy idegen gyűlölet lehet a háttérben. A másik fegyveres 9 embert lőtt le Ohio államban, egy szórakozó negyedben, nem tudni, hogy miért. Itt csak azért nincs több áldozat, mert 1 percen belül végeztek vele a rendőrök. Virrasztással emlékeztek a texasi El Paso katolikus templomában a szombati lövöldözés áldozataira. A határ másik mexikói oldalán is gyertyát gyújtottak az elhunytakért. Egy fegyveres szombat délelőtt támadta meg El Paso egyik szupermarketjét. A közelgő iskolakezdés miatt még a szokásosnál is többen voltak a boltokban, amikor egy férfi kalasnyikovval a kezében besétált az üzletbe. Látszólag válogatás nélkül lőtt a vásárlókra, több tucatnyi ember gyilkolt vagy sebesített meg. Néhány perccel később a kommandósok már be is hatoltak a szupermarketbe. Azonnal kiterelték a vásárlókat, akik feltartott kézzel menekültek a helyszínről. Nem sokkal később a támadót is megtalálták, aki ellenállás nélkül megadta magát. Jelenleg annyit tudok megerősíteni, hogy őrizetbe vettünk egy embert, egy 20 év körüli fehér férfit, közölte a rendőrség szóvivője. Azóta kiderült, hogy a gyanúsított több mint 1000 kilométerre a helyszíntől egy Dallas környéki kisvárosban él. A nyomozók átkutatták a férfi otthonát, azt feltételezik, hogy a támadó kifejezetten spanyol ajkúakat akar gyilkolni, és ezért utazott a mexikói határon fekvő El Pasóba. A hatóságok terrortámadásként kezelik az ügyet, a támadó még a lövöldözés előtt egy kiáltványt töltött fel az internetre. Ebben arról ír, hogy teljes mértékben egyetért a Christchurch terrortámadás elkövetőjével, aki rasszista indítatásból 51 muszlimot gyilkolt meg, majd hozzáteszi, hogy ő a spanyol ajkúak bevándorlása miatt követi el tettét. Alig több mint fél nappal az El Pasói támadás után újabb lövöldözés történt az Egyesült Államokban. Az Ohio állambeli Daytonban egy férfi hajnali 1-kor nyitott tüzet egy éjszakai bárnál. A közelben járőröző rendőrök egy percen belül már a helyszínen voltak és lelőtték a támadót, aki addigra már 9 embert meggyilkolt és 26-ot megsebesített. A tettest egy 24 éves fehér férfiként azonosították. A hatóságok szerint a lövöldözés során saját húgát is meggyilkolta. Nem kizárt, hogy ő is előre megtervezte a vérengzést, ugyanis golyóálló mellényben és tartaléklőszerrel érkezett az éjszakai bárhoz. Donald Trump amerikai elnök a hétvégi tömeggyilkosságokkal kapcsolatban kijelentette, hogy az Egyesült Államokban nincs helye a gyűlöletnek. Az elnök azt mondta, az erőszaknak véget kell vetni, ma pedig részletes nyilatkozatot tesz az ügyben. Korábban a Twitter bejegyzésekben együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és a sebesülteknek. Dicsérte a rendőrök gyorsaságát és szakértelmét, valamint bejelentette, hogy a Fehérházban és a középületeken lévő nemzeti lobogókat augusztus 8-áig félárbócra ereszt. Vasárnap azt írta, hogy idézem, nincs olyan ok, amellyel igazolni lehet ártatlan emberek legyilkolását, és nincs érte bocsánat sem. Itthon nyomozás indulhat a hableánnyal ütköző szállodahajó testvérhajójának kapitánya ellen. A baleset után érkező Viking esetében is felmerült ugyanis a gyanú, hogy a segítségnyújtást elmulasztották. A legfrissebb szakértői vélemény szerint mindkét szállodahajó kapitánya tudomást szerzett arról, hogy a hableányról emberek estek a vízbe. Ennek ellenére nem utasították a személyzetüket a segítségnyújtásra. A videók és a szemtanúk beszámolója alapján is úgy tűnik egyébként. Egyelőre egy gyanúsított van a 28 halálos áldozatot követelő katasztrófának, az első Viking hajó ukrán hajós kapitánya.
Újabb 8%-kal emelkedtek az ápolói szakdolgozói alapbérek. Az emelés 81 ezer embert érint. A béremelés kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára ma reggelben azt mondta, 2016 óta folyamatosan emelkednek a bérek az egészségügyben. Ez is sokkal inkább egy jobb életkilátás, jobban lehet tervezni valakinek a jövőjét is úgy, akár fiatalként, 10 évesként, hogy akkor vállalja azt, hogy ápolói pályára lép, hogyha érez magában erre készítetést, meg aki ápolói pályán van, annak is egy perspektívát nyújt, hogy igen, tavaly is emelkedett, idén is emelkedik, és jövőre is emelkedik, sőt, jövőre kétszer is emelkedik az ápolói fizetés, akkor inkább érdemes ezt a pályát választani, inkább érdemes ezen a pályán maradni.